20x29 méteres versenymedence, ami az úszás mellett alkalmas lesz nemzetközi vízilabdamérkőzések lebonyolítására is. De emellett lehetősége lesz minden új szilvási gyermeknek térítésmentesen megtanulnia úszni, valamint vízilabdázni, de nem csak nekik. És most már valóban célegyenesben vannak a munkálatok, amit a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke is megtekintett ma. Nagyon boldog vagyok, amikor egy ilyen létesítmény készül, hiszen az új szilvás önkormányzat és a támogatóknak köszönhetően nagyon szép új létesítménnyel lesz gazdagabb a környék. Aztán azért el kell mondani, hogy 1933 óta van Cegléden vízilabda, és szerintem ennek a hatása azért jól látható, hiszen a vízilabda sport az minél jobban kiépül, de azért ez a sokkal jobban túlmutat magán a vízilabdán, és ennek nagyon örülünk, hiszen itt van a szomszédban a sportiskola, aminek a itt közvetlen a kerítés másik oldalán épülő úszoda egy nagyon jó kiegészítő létesítménye lesz, és nem csak az új szilvásiaknak, hanem itt a környékbelieknek is. Ez a létesítmény tehát az utánpótlás nevelés és az úszásoktatás, a tömegsport és a mindennapos testnevelés szempontjából is nagyon fontos. A terv és a remény az, hogy a környékbeli gyerekek itt tanuljanak meg úszni, és utána akár vízilabdázók legyenek. De a legfontosabb, hogy mozogjanak. Várja Attila számára nem csak az úszoda, maga a térség is sokat jelent. Sokszor jártunk Ceglédre, még amikor kicsik voltunk edzőtáborba is, tehát az így megvan a kötődés, de mindenféleképpen az fontos, mert az nekem is megvan az a pillanat, amikor először mentem uszodába, és nagyon fontos, hogy a gyerekek egy ilyen szép kulturált körülmények között az első érintkezése a vízzel, az meghatározó legyen, és ezzel meg az egészséges gyerekeket tudjuk fölnevelni, és számukra ez a legfontosabb. A tervek szerint az úszodát márciusban végre át is tudják adni, azt az úszodát, ami a remények és a tervezés szerint Magyarország legenergiatakarékosabb mikrotérségi úszodája lesz, amely megújuló energiákkal fog üzemelni. És mivel eddig a Ceglédi úszodába tudtak járni csak a térség fiataljai úszásoktatásra, nagy segítség lesz az új létesítmény a Ceglédi létesítménynek is. A Vízilabda Szövetség nemrégiben kinevezett elnök egyébként nem csak Újszilváson tett látogatást, Cegléden is megállt, ahol a városi sportuszodát tekintette meg, és tájékozódott a lehetőségekről, adottságokról.